A koronavírus járvány az idős otthonokban élőkre is hátrányosan hat, hiszen még látogatni sem lehet őket. Ebben a nehéz helyzetben botlik Anita képviselő, aki egyben az Egyenlő Esély Bizottságának elnöke, szívén viseli a szépkorúak sorsát. A közelmúltban Farkas Éva Erzsébet polgármesterrel személyesen keresték fel Makó két szociális intézményét, hogy ajándékot nyújtsanak át az ott élőknek. A Makó Város Fejlődését Alapítvánnyal összefogva mindkét idős otthont meglátogatjuk, és hogy a szabadidőjüket hasznosan tölthessék el az ott élő idős lakók, ezért egy-egy nagy képernyős televíziót ajándékoztunk számukra. Nagy örömmel fogadták, nagyon hasznos ajándék. Elsősorban ugye ők most nagyon ki vannak téve az elmagányosodás kockázatának, és ezért úgy gondolják ők is, hogy ezt nagyon szívesen fogják ezeket a televíziókat használni, nézni és szabadidejüket hasznosan eltölteni. Az ötös számú körzet képviselője kitért még arra is, hogy az önkormányzat munkatársai nem csak az első hullámban, hanem azt követően is nagy figyelemmel fordultak az idősek felé. A Makói Népjóléti Intézmény krízis telefonszámán keresztül a lelki segélynyújtás mellett melegételt szállítottak, bevásároltak, valamint kiváltották a gyógyszereket. Szó esett még arról is, hogy Lázár János országgyűlési képviselő megbízásából Botlik Anita képviselőtársaival együtt a lakosokkal folyamatosan tartják a kapcsolatot. Ha van olyan idős, aki szeretne regisztrálni a védőoltásra, de nem tud, annak ebben is tudnak segíteni. A képviselő elmondta, hogy a járda program sikeres, és az idei évre is folytatás várható. A Hunyadi utcán a lakótömbök között a Nagy Érsétány jobb oldalán, nevezzük így, teljes térkőfelújítást kapott az a terület, illetve új növényeket, és ezt szeretnénk most az idén folytatni 2021-ben a másik oldalának a Nagy Érsétányon. Ott szintén egy esztétikus térkövezést szeretnénk elvégezni, illetve ott is fásítást és növényesítést is. Hozzátette, a rádai lakótelepen lévő útszakasz sikerült javítani. A tavasz beköszöntével a gerizdesi városrészben is felszaporodnak a gajazási munkák. Mint kiderült, a közbiztonság is egy kiemelt fontosságú terület, de emellett több kresztáblát is kihelyeztek, és terve van egy zebra felfestése is. A híradó után Botlik Anita önkormányzati képviselővel készült hosszabb beszélgetésünket a Hét Híre című hírháttér magazinunkban láthatják.